A borongós időjárás ellenére is mindenkinek feltűnik, milyen színes és változatos ennek a népszerű győri virágboltnak a környezete. Bár még egy hónap van hátra Minden Szentekig és Halottak napjáig, az üzletben már elkezdték a készülődést. Az előkészületek már zajlanak, nyilván amik nem romlandó áru, tehát amik csak tobozból vannak és száraz diszekből, azokat már elkészítettük. Körülbelül egy két hét múlva már felpakolás van, jönnek a mécsesek, jönnek a koszorúk, jönnek a tálak. Minden éve próbálunk egy picit új színeket, új formákat behozni, idén is lesznek új termékeink. Hát az árak szerintem egy ilyen maximum egy 5%-os emelés sajnos várható, mivel sajnos minden alapanyag drágább, de próbáljuk azért mérsékelten tartani az árainkat. Folyamatosan érkezik majd az áru a következő hetekben. Az üzletben az elmúlt évek tapasztalatai alapján jól tudják, mit szoktak ilyenkor keresni a hozzá tartozóikra emlékezők. A trendek nem nagyon változnak, de azért minden évben vannak újdonságok. A hagyományos tobozkoszorú az minden évben megy, abból többféle méretet gyártunk, idén is lesz körülbelül ötféle méretünk, ugye az a hagyományos szép normand fenyő és toboz kombináció, ezen kívül a tálak azok évek óta divatosak, azokat minden évben nagyon keresik, úgyhogy arra most is nagy hangsúlyt fektetünk, hogy többféle legyen, abból is készítünk most újat, ami eddig még nem volt. Bár az alapanyag árak jelentősen emelkedtek, a bolt alig-alig növelte árait. A tapasztalatok alapján egyébként a kegyeleti ünnep közelettével senki sem szokott spórolni a virágon vagy a koszorún. Valaki ugye egész évben vagy nem tud kimenni, vagy nem jár ki a temetőbe, de Halottak napján gyakorlatilag szerintem mindenki elmegy, hogyha vidéken van akkor is, úgyhogy nem sajnálják a pénzt, így van a Minden Szentekre. A virágüzlet tehát most Minden Szentek közelettével is dübörög, sőt hamarosan a bolt előtti részt is rendbe teszik. Tavasszal pedig nyit a szomszédban a fagyizó és a zöldséges is, ezekkel lesz teljes a margarétasarok.